Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Székely húsvét szentmisével és kókonya szenteléssel ünnepeltek Kismányokon. Székely mesemondó verseny duplán és jubileumot ünnepelt a Sebestyén Ádám Székely Társulat. Öltöz népviseletbe, flashmob, táncház és kézműveskedés a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában. A Szeret partjától Egyházas Kozárig csángó magyarok nyomában. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, melyet minden népcsoport saját kultúrája szerint tart meg évről évre. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége hagyományosnak mondható katolikus misével és a kismányoki Székely Portán kókonya szenteléssel ünnepelte Jézus feltámadását. A kókonya a húsvéti eledelek régi összefoglaló neve. Székelyföldön és Bukovinában a húsvéti szentelt eledelek, azaz a kalács, a sonka, a bárány, a tojás és a só voltak. Húsvéti szentmisével emlékezett Jézus feltámadására Kismányokon a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. A szertartás után a hívők átvonultak a szomszédos Székelyportára, ahol felszentelték és megáldották ételeiket. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a húseledeleket, tojásokat, kalácsokat, összes húsvéti ételünket és italunkat, melyeket mi a te gyermekeit hívő lélekkel akarunk magunkhoz venni. Mészáros István, kalocsai plébános elmondta. Örömmel látja, hogy egyre többen tartják a bőti időszakát, a fiatalok részvételével pedig tovább örökíthető ez a hagyomány. A bőti fegyelem már nem is olyan szigorú, mint annak előtte volt, de azért még a 40 nap alatt a péntekeket, illetve a hamvazó szerdát és a nagypénteket, mint szigorú hústilalmi és hát bőti napot tartják az emberek, és talán éttermekbe, vendéglátóhelyeken is odafigyelnek rá, hogy kínáljanak olyan ételt, vagy legalábbis a menüben gondoljanak azokra is, akik szeretnék a hitük szerint tartani a hústilalmat vagy a bőtöt. Én úgy látom és örömmel tapasztalom, hogy az étel szentelés, ami a húsvéthoz kapcsolódik, az egyre inkább divatba jön ismét, és itt Kismányokon mindig ennek a viseletbe öltözött formája az még szebbé teszi. Nálunk otthon Kalocsán is, hála Istennek, a szentmisében húsvétkor ezt tesszük, és ott is a viselet, nyilván az a kalocsai sárköznek a viseletében történik. Annak is örülök, hogy a szentmisén több fiatalt vagy gyereket láttam, ez mindig az életnek a jele, és hát az ősök hagyományát akkor így visszük és éltetjük. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője szerint a néphagyományok megőrzésén a környező településeknek közösen kell dolgozniuk. A húsvét ünnepe pedig remek összetartási lehetőség a bukovinai székely közösség számára. Néhány évvel ezelőtt elevenítettük fel újra az ételszentelés hagyományát itt Kismányokon, és azóta is nagyon sokan gyűlünk itt össze, és a többi községben is, ahol bukovinai székelyek élnek, és éltetjük tovább ezt az ősi katolikus magyar néphagyományt, és jó látni azt, hogy egyre többen vannak itt fiatalok és gyerekek is, és ezzel megkezdődik gyakorlatilag számunkra a húsvét. Nálunk a hagyományos ételek a székelyeknél a céklástorma, a sonka, a kolbász, az otthon sütött kalács, a bor, a pálinka, ami az ünnephez kell. Tehát gyakorlatilag azok, amik ilyenkor húsvétkor az ünnepi asztalra kerülnek. A húsvéthoz hozzátartozik a locsolás is, és jó látni azt, hogy a fiatalok például azt a népszokást is nem felejtik el, és mindig megkeresik a lányokat, és igazából szerintem a székelyeknek a szokásai nagyjából hasonlítanak a magyarság többi magyar népcsoport hagyományaihoz. Egyébként az nagyon érdekes, hogy attól függetlenül, hogy a magyarság a Kárpát-medencében hol él, gyakorlatilag ugyanazok a motívumok, például a tojásfestés vagy a tojásírás tekintetében, vagy pedig a húsvéti népszokások, tehát sem nyelvünkben, sem gasztronómiánkban, sem a kultúránk egyéb részében nem nagyon térünk el egymástól.
Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elárulta. A kókonya szentelés egy régi székelyhagyomány, aminek köszönhetően a közösség tagjai az összejöveteleken közelebb kerülnek egymáshoz. Ételszentelés, kókonya szentelés, a székelyek ugye így nevezik, helyt adva egy kis közösségé kovácsolhatjuk egymás között ezt az ünnepet, és szebbé tehetjük egymás számára. És hát így jött a gondolat, tulajdonképpen Kismányokon, ugye mert kismányoki vagyok, Kismányokon mindig is volt ételszentelés, sőt, hát ugye ez még a Bukovinába visszanyúlik ez a szép emlék, ami sőt, hát ugye itt, hogyha leesett egy morzsa, össze kellett gyűjtögetni, tehát annyira odafigyeltek a szüleink, hogy nem lehetett itt pocsékba. Tehát tényleg egy nagyon szép hagyomány volt, amit örömmel veszem, és örülök, hogy sikerül fel eleveníteni most már nem csak itt, hanem most már több településen találkozni ezzel. Én úgy gondolom, hogy ez a kötetlenség ügye, ami tulajdonképpen benne rejlik, hiszen nem egyfajta kötött koreográfia, mint ahogy szokott lenni ugye különböző fesztiválok, hanem tényleg szabadon, hiszen ugye lelki oldalról is előtte szentmise volt, majd azt követte tulajdonképpen. Tehát igen. Én úgy gondolom, hogy ezekkel kell megfogni, és ezekkel kell, hiszen itt beszélgetni tudnak egymással, a gyerekek játszani. Ugye ezek a gyerekjátékok, amit például fölállítottunk, ugye a lábhinta, meg cserkabola, ezt valamikor a székelyek is ugyanúgy Bukovinában, de csak ezen a húsvétkor volt felállítva, utána összeszedték, és elrakták. Tehát most mi ezt a hagyományt is igyekszünk azért megtartani. Én úgy gondolom, hogy minden olyan értéket, ami egyfajta lehetőség a fiatalok számára, meg kell fognunk, mert így tudjuk átadni ezt a kultúrát, ami számtalan sok minden rejlik benne. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége kiemelt fontossággal kezeli a hagyományőrzést, igyekszik továbbadni azt a fiatalabb generáció számára. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Sebestyén Ádám Székely Társulat. A jubileum összefonódott a Székely Mesemondó versennyel. A kakasdi eseményen 4 kategóriában indulhattak a versenyzők, akik között voltak határon túlról érkezők is. A szervezők fontosnak tartották a hagyományőrzést, plusz pont járt érte, ha valaki népviseletben állt ki a közönség elé. Hó volt, hó nem volt. Volt egyszer a nagy hója, ment vándorolni. Ami menjen mennegél, találkozik a szalmaszával. 25. alkalommal rendezték meg a Sebestyén Ádám Székely Mesemondó versenyt Kakasdon. A dolog pikantériájához hozzátartozik, hogy a Sebestyén Ádám Székely Társulat fennállásának 50. évfordulóját ünnepli, így sok a körömére összefonódott a két jubileumi esemény. Sebestyén Brigitta, a Sebestyén Ádám Székely Társulat elnöke elárulta, nem csak Magyarországról, hanem a határon túlról is érkeztek a mesemondó versenyre. Azért is nagyon fontos ez a verseny, mivel hogy a Sebestyén Ádám Székely Társulat idén ünnepli 50 éves fennállását. Tehát jubileumot ülünk így is, úgy is, az 50-et is, a 25-öt is. És nagyon örülünk annak, hogy végre ezután, a 2 év után, amíg eléggé be voltunk zárkozva, most már úgy kinyílik a világ, és hála Istennek, hogy sokan jöttek a mesemondó versenyre, nem csak Magyarországról, hanem az Aldunáról, Székelykevéről is jöttek, és ennek nagyon örülök, mert egy olyan tanítónéni hozta el a tanítványait, aki bizony 1525 évvel is itt volt. Ez a Sebestyén Ádám Székely Társulat a Fábián Gergely fejéből pattant ki, ő volt az akkori bukovinai székelységnek, az országos bukovinai székelységnek az elnöke, és ő nagyon-nagyon tisztelte a Sebestyén Ádám munkásságát. Hát ugye neki rengeteg sok meséje van, 3 kötet van megjelenve, tehát rengeteget gyűjtött az Ádám bácsi, és akkor kitalálta, hogy milyen jó lenne, és akkor a Krász Ernőnél volt itt a könyvtáros, és a Fábián Elvira még segített nekik, úgyhogy együtt voltak, akkor ő volt a vezetőségbe, tehát a társulat vezetőségébe, és 3-an, meg én jó magam is, ugye segítettem, amit tudtam,
és akkor volt az első, képzeljék el, hogy 110-en voltak akkor. Most vagyunk 41-en összesen, de hát remélem, hogy többen is jönnek, és az a jó ebbe a Sebestyén Ádám székelymese mondó versenyben, hogy ugye mivel Kakasról indult, minden ötödik hazajön. Tehát az első, az ötödik, stb. És most a 25. és ennek nagyon örülünk. Noáda, te vagy az egyetlen, aki megszabad az akaratja. Mondd meg, hát hány eszendeig szeretnél élni? És az ember egy kicsit elgondolkozott, s közben a kígyó feltekeredett a lábán, és kezdett suttogni a fülbe, és egy kis idő múlva azt mondja az ember. Elég lesz nékem 30 esztendő. Szabó Ibolya elmondta, az embereknek kötelességük továbbadni a hagyományaikat a fiatalabb korosztály számára. A legfontosabb a szülők részéről történő példamutatás. Én a Bocskorbén királyfit hoztam a mai napra, ami a katonaságról szól, meg arról, hogy régen voltak fösvényemberek, és reméljük manapság már nincsenek. Én rendszeresen járok mesét mondani, sőt, gyerekekkel is rengeteget foglalkozom. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy népünk fent maradjon, kötelességünk mindennapokban megélni és továbbadni a jövő nemzedéknek. Számomra azért ünnep ez, mert bukovinai székelyeknél vagyunk, és én Madéfalváról származom, és a bukovinai székelyek onnan indultak el. Jelenleg itt Magyarországon élek, és kötelességemnek tartom, hogy ilyen rendezvényeken részt vegyek, de itt most nem is én voltam a fő szempont, hanem három leánykát hoztam a versenyre, és ezért nagyon boldog vagyok, hogy képviselhettük Madéfalvát ilyen téren, még ha nem ottani gyerekekkel is, mert hogy ők most nem tudtak eljönni. Az első szempont az volt, hogy Sebestyén Ádám mese legyen. Tehát az ő gyűjteményéből legyen mese, mivel ugye, hogy 25 éves azért ezt 25 évenként meg lehet ezt kérni, és hát volt benne olyan, hogy szép kiejtés, milyen hosszú mese, hogy tanulta meg, a viselet, hogy milyen rajta, de semmi, tehát nem volt kizáró ok, hanem ez mondjuk esetleg egy pluszpont, vagy mit tudom én, a szülőt dicséri, hogy a gyerekét azért úgy öltöztette fel, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy szép ruhába jelentek meg. Bogos Boglárka elárulta, hogy melyik mesét adta elő, mióta érdekli a mesemondás, és mik a kedvenc történetei. A Kőleves című mesét. Ezt szeretem, de már meséltem egy-két mesét. Van ott a hólyag, a szalmaszál és a parázs, és az volt az egyik kedvencem. Aki tovább jut a délelőtti zsűriben, az délután is elmondhassa a meséjét, de nagyon jó az, hogy nagyon sok támogatónk volt, nagyon-nagyon sokan, főleg a Magyarság háza, a Csivi Krisztina, ő rengeteg sok könyvet hozott nekünk, úgyhogy senki nem megy haza üres kézzel, mindenki kap könyvet, mindenki kap édességet, próbáltunk a gyerekeknek kedveskedni, hogy legyen kedvük máskor is jönni. A hagyományőrzés szempontjából fontos szerepe van a fiataloknak, akik a népviselet és a mesék révén megőrizhetik az utókor számára a székely értékeket. Április végén tartják országszerte a népviselet napját. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának közössége április 20-án a különböző tájegységek viseleteiben vonult ki a pécsi Széchenyi térre, hogy flashmobbal és táncházzal hívják fel a járókelők figyelmét a népi kultúrára. Szebbnél szebb ruhák kerültek elő, köztük székely és bukovinai székely viseletek is. Népviseletben mentek iskolába április 20-án a pécsi Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának néprajztagozatos diákjai. Az intézmény az Egy nap népviseletben elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott már 2018-ban. A tanulók ilyenkor azt mutatják be, hogy egy viselet önmagában és a hétköznapi ruházattal párosítva is hordható. A magyar, a sváb és a horvát viseletek mellett székely és bukovinai székely ruhába öltözött fiatalokkal is találkoztunk. Én székely, hagyományos székely népviseletbe érkeztem, mivel ezt örököltem a nagynényémtől, mert édesanyám székely, odavalósi, csak kiköltözött édesapámhoz ide Magyarországra, és
a testvérétől örököltem ezt a ruhát. Édesanyám Székely-udvarhelyben, ő Máré falváról származik. Máré falva a Székely kapuiról híres egyébként. Engem személy szerint nagyon érdekel. Szoktunk egy évben többször is kimenni Erdélybe, és a hagyományokat is szoktam őrizni, mivel járok néptáncolni. Én bukovinai székely népviseletben érkeztem, és azért húztam ezt, mert édesapámnak bukovinai székely felmenői vannak, és szeretem képviselni a családomat. Pont most húsvétkor voltam a dédimnél, vagy volt ilyen családi összejövetel, és ott mesélte a dédmamám, hogy ők hogyan jöttek el, vagy miért, ugye a második világháborúban, kik kitelepítették őket, és akkor úgy jöttek le vonattal, meg minden egyes faluba, és most kötöttek ki, vagy hát zombára telepettek le, és igazából onnét származik az egész. És ez a viselet, ami ugye rajtam van, ezt én is kölcsön kaptam, úgyhogy félig mondhatom csak sajátomnak, Sebestyén Ibolyától, Kakasdról. Az intézmény közösségének célja, hogy megmutassák, van népviseletük, és hordják is azt. A diákok közül többen vállalták, hogy részt vesznek a Széchenyi téri flashmobon is. Minden évfolyamon van egy néprajzos osztály, D-osztályok, és ők amúgy is érdeklődnek emiatt. Elég sokan néptáncolnak és énekelnek is, úgyhogy az alap megvan hozzá. És akkor ugye pár évvel ezelőtt rendeztük az első ilyen viseletes napot. Ugye ez 2015-ben indult egy Erdélyből, és az ott egész Kárpát-medencébe elterjedt. Először 4-5-en öltöztünk be, egy tanárok meg diákok, és viszont most már így 40-50-60 diák felhúzza a saját viseletét, a dédszülei viseletét, a néptánc csoport viseletét. A Kárpát-medence teljes palettája volt, így elég meglepő módon, nagyon sok erdélyi volt, ugye Kalotaszeg, Székelyföld, Bajdaszentiványi viselet volt, és volt felvidéki, a Csalóközből, egy gutai fiú, aki még a dédszüleinek a dédapjának a ruháját vette föl, ugye kitelepített felvidékiekként, és itt a szűkebb környezetünkben Somogy-Tolna Baranyából voltak somogyiak, Baranyából sváb, sokas bunyavác, bosnyák viselet, nagyon szép sváb viseleteket láthattunk, ezekből is régebbieket is, úgyhogy egész érdekes volt, hogy ennyi viselet megmaradt, mégis így szívesen fölveszik. Félig sváb, félig kun származású vagyok, sajnos egyik részről sincs meg a viselet. A szívem csücske, hogy a kalotaszegi táncok, és akkor én kalotaszegi viseletet vettem föl. Nem a sajátom, de ugye ez már vásárolt viseletet, nem örökölt. A iskolában a tagozat működik már 10 éve. És ahhoz, hogy a más tagozatokra járok, általános tagozatra járok, és megismerjék azt, hogy mi folyik a néprajztudományon belül, egy kicsit a kirakat. Azért kell kicsit a kirakatot rendezzük, hogy azok is meglássák, aki egyébként maguktól nem biztos, hogy észrevennék. Baranya is Tolna, a Dél-Dunántúl, ez egy nagyon vegyes etnikumú vidék, és ott, ahol még megvannak a visetek, és ott, ahol a gyerek még ide elhozza, és megmeri mutatni azt a tájtásokat, egy rendkívül dicséretes és jó, pozitív dolog. Azért biztattuk őket erre, hogy vállalják a származásukat, vállalják a identitásukat, azt, hogy honnan jöttek, miből vannak összerakva, és ezt vállalják külsőségeiben is. Ez igen fontos. Sehol az országnak nincs ennyi félrendezettsége, mint ami itt Baranyában előfordul, ezért is volt ilyen tarka. Megszámoltam a tanárokkal, hogy több mint 50-en voltunk, akik valamilyen viseletben voltunk költözve. Kevesen vannak már, akik a saját nagyszüleik viseletét fel tudják húzni, hiszen rendkívül módon összekeveredett itt a népesség. Ezzel együtt magam is egy kicsit a népi kultúrával azonosulást, annak a vállalását igyekszünk ebben reprezentálni, hogy egy erre napra ezt fölvesszük. És a Hidas, Bonyhád környéke, Jójási, Székelyfék, még Ért környékén vannak nagyon sokan, tehát a Bukovinából, amikor elmenekülnek, és nem Bukovinából bejönnek Bácskába, és amikor Bácskából elmenekülnek, akkor itt találnak letöbölési lehetőséget. Tehát ahogy itten is vábok helyére költöztetik őket, ez hosszú évtizedeken át komoly feszültséget jelentett. Ez már állítólag enyhült, és hát ott, ahol még ennek hagyománya van, és tartják, azok felhúzták a székelyviseleket. Paksról volt egy fiú,
székely viseletbe is büszke volt. A 7 éve indult kezdeményezés mottója az, hogy legyen a népviseletnek is egy napja, nem változott. Minden évben sokan csatlakoznak, szebbnél szebb viseletek kerülnek elő, óvodákban, iskolákban gyerekfoglalkozásokat tartanak, valamint országszerte rögtönzött táncházakra hívják a turistákat, járókelőket. A moldvai csángó magyarok számát 300 ezerre becsülik. Egyes kutatók szerint a honfoglalás idején maradtak a történelmi haza határain kívül. Arról, hogy hogyan kerültek a Szeret partjáról Egyházaskozárra és környékére, a közelmúltban elhunyt Albert István, az egyházaskozári csángó magyar hagyományőrző együttes alapítója és egykori művészeti vezetője végzett kutatásokat. Gyermekei Viola és Endre viszik tovább a hagyományokat. Egyházaskozárra 99 moldvai csángó magyar család került a II. Világháború után. A népcsoport leszármazottjai jelenleg is azon dolgoznak, hogy a távoli vidékekről, országhatáron innen és túlról egymás mellé sodródott emberek fogadják el egymást, tanuljanak egymástól, hogy békében tudjanak együtt élni. Moldvai magyarokat értjük csángó alatt általában, de a tágabban használjuk ezt a kifejezést, akkor lehet használni még a hétfalusi csángókra, meg egyéb csángó elnevezésű helyekre is, de alapvetően a moldvai magyarokat szoktuk csángónak nevezni, de hogy ők pontosan hogy kerültek oda Moldvába, és hogy ez a csángó szó, ez pontosan mit akar, és milyen eredete van ennek, ez ugye a történelem homályába vész, különféle elméletek vannak, szerintem nem menjünk bele a tudományos magyarázatokba, mert erről vitatkoznak a történészek, meg a néprajzkutatók, de ennek a részletei szerintem csak őket érdeklik igazából, egy ilyen belső szakmai dolog, vitatható, hogy pontosan mit jelent ez a szó, meg hogy milyen eredetűek, az minden esetre látszik, hogy már az 1200-as évektől éltek ott magyarok azon a területen, habár az nem tartozott a történelmi Magyarországhoz se. És például ez is az egyik kapcsolat a bukovinai székelyekkel, hogy ők is Bukovinába éltek, ami szintén nem tartozott a történelmi Magyarországhoz, tehát ilyen kívülrekedt kis magyar népcsoportok ezek, és hát ez egy kapcsolat közöttük, de egyébként a történelem során többször volt is valami fajta együttélés vagy kapcsolat, ami összekapcsolta a székelyeket és a csángókat. Például az egyik az a madéfalvi veszedelem után, amikor menekültek a székelyek Erdélyből, akkor letelepedtek egy része a csángó földön, és ott együtt éltek a csángókkal. De ez nem tartott sokáig, pár évtizedig, és akkor utána a Hadik András közreműködésével kerültek ugye Bukovinába, és akkor alapították meg ezeket a bukovinai falvakat, a Hadik falva, András falva, Fogadj Isten, Isten segíts, és akkor ott éltek egy darabig. De hát ott sem éltek túl sokáig, mert hogy akkor utána meg a II. Világháború során akkor telepítették őket be magyar területre, de akkor a moldvai csángók egy részét is szintén, és akkor megint ők egy darabig együtt éltek, de akkor még nem ezen a területen, hanem akkor még Bácskában, egy olyan részen, amit ideiglenesen visszafoglaltak a magyar csapatok a háború alatt, és akkor oda telepítették őket, de ott ugye nem maradhattak sokáig, mert a szerbek meg visszafoglalták azt a helyet, és akkor menekülniük kellett, és akkor úgy kerültek Magyarországra, és a moldvai csángó magyarok, akik eljöttek Moldvából, mert nem mindenki, a nagy része ott maradt, csak egy kisebb vállalkozó szellemű réteg indult meg Magyarország felé, azok Egyházaskozár és környékére kerültek, Egyházaskozárra több tucat család és kb. 600 fő telepedett le, akik moldvai magyarok. A bukovinai székelyek meg ugye ismerjük, hogy a különböző helyekre elkerültek, de Magyarországon belül is, ugye főleg Baranya-Tolna megyébe, de bukovinai székely családok kerültek Egyházaskozára is, de olyan 30 fő körülbelül, tehát nem olyan nagy létszám, mint a moldvai csángó magyarok. Van hasonló, például egy kicsit a nyelvjárás is hasonló, ahogyan beszélnek az idős csángó nénik bácsik, egy kicsit hasonlít a bukovinai székelyeknek a beszédére. Több hasonlóság is van, a dalok is azért, meg a népmesék is egy kicsit hasonlítanak,
Én azt tudnám mondani, hogy ez egy fontos kapocs, de hát mind a kettő magyar, ugye eleve abból induljunk ki, és aztán meg amikor különböző fesztiválok és rendezvények vannak, akkor rendszerint együtt hívják meg a moldvai csángó magyarokat is, és a bukovinai székely népdalköröket is, és akkor szoktak együtt szerepelni, fellépni. A Domokos Pál Péter Közművelődési Egyesület napjainkban is fontosnak tartja az egyesület keretén belül működő csángó magyar hagyományőrző együttes munkájának segítését. A magyar kultúra lovagja a 2015-ben elhunyt Albert István úttörő munkáját gyermekei Endre és Viola folytatják. Az egyházas közeli népdalkört azt Bodó Róza tanárnéni alapította 1948-ban, és ezért a népdalkör az 2018-ban volt a 70 éves, akkor volt egy rendezvény ezzel kapcsolatosan. Most a népdalkör életében egy meghatározó vezető volt, nem is népdalkör, inkább hagyományőrző együttes, úgy mondanám, az egyházas közeli csángó magyar hagyományőrző együttes, ennek egy meghatározó vezetője volt édesapám. Én szerintem elég jó zenész volt, meg jó énekhangja volt, de a másik meg, hogy egy karizmatikus személyiség volt, aki maga köré tudott szervezni különböző embereket, akikkel együtt tudott ő a céljai felé haladni, és elég ügyesen menedzselte az együttest. Hát ő közel 40 éven keresztül volt itt együttes vezető, és különböző fesztiválokra vitte a társaságot, és különféle díjakat tudott elnyerni, és fogadta is a egyházas kozár érkező különböző néprajzkutatókat, akiket segített abban, hogy tudják végezni a munkájukat. De hát ugye ez sem tart örökké, és akkor az ő helyét próbáltuk valahogy betölteni, de az az igazság, hogy például a hugom meg én nem vagyunk annyira ügyes szervezők, mint ő, meg azért más világ is van itt a Covid miatt is, itt azért ez egy kicsit visszaesett ez a fajta lendület, ami volt régebben, de valamit azért próbálunk annak érdekében tenni, hogy azért ne tűnjön el és ne múljon el a dolog, de azt el kell mondani, hogy azt mindig próbáljuk figyelembe venni, amit apám is annak idején tanított nekünk, hogy itt nem mi vagyunk a lényegesek. Tehát, hogy ha valaki kulturális hagyományőrzést úgy akar csinálni, hogy azt mondja, hogy mert én ezt is tudom, és ez ilyen fontos, és én ennyire nagyon jelentős személy vagyok, az biztos, hogy félresiklik. Tehát ez pontosan tipikusan olyan dolog, amit csak a téma iránti alázattal lehet csinálni, mert hogyha valaki nem azt veszi alapul, hogy az a legfontosabb, hogy ez a hagyományos népi kultúra micsoda kincseket és milyen szépségeket tud felmutatni, hanem saját magát veszi fontosnak, akkor az biztos, hogy nem lesz jó, az ott félresiklik a dolog. Terveink vannak, és most szervezünk egy erdélyi utat, és ellátogatunk Kallós Zoltán házához, és ott majd adunk egy kis műsort, és megkoszorúzzuk ott az emléktáblát, és egy kis erdélyi körúttal próbáljuk még a társaságot kicsit összekovácsolni, meg hirdetjük a taktoborzást is. Tehát vannak tervek, most nagy fellépések és fesztivál sikerek nem voltak mostanában, de tervezünk egy olyan programot, amit viszont egyházas kozára tervezünk, és ezt már másodszorra szerveznénk meg idén nyáron, mert tavaly volt a nyári népszokások témakörében egy rendezvényünk, most erre idén megint kaptunk pénzt, és azt újra meg szeretnénk szervezni, egy kicsit nagyobb volumenű, kibővített változatban, és talán, hogyha ez hagyománnyá válik, akkor évről évre rendszeresen tudunk egy ilyen nyári rendezvényt szervezni Kozáron, ahol népdalkörök, néptánccsoportok találkoznak. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!